Vércukorszintet határozzunk meg. A vérben lévő glükózszint meghatározza a mindenkori vércukorszintet. A glükóz egy monoszaharid, amelyre a szervezet sejtjeinek, különösen az agysejteknek van nagyon nagy szüksége. Különböző hormonok szabályozzák a vérben, hogy normális maradjon a cukornak a szintje. 5 olyan hormon van, amely emeli a vércukorszintet, és egyetlen egy hormon a hasnyálmirigynek a béta sejtjeiben termelődő inzulin, ami viszont vércukorszint csökkentő. A vércukorszint szabályozása úgy történik, hogy a táplálkozás után a táplálékkal felvett glükóz bekerül a vérbe. Ez a vér, ahogyan átfolyik a hasnyálmirigyen, akkor a sejtek érzékelik a vércukorszintjét. Abban az esetben, hogyha ez meghaladja a normál értéket, akkor a béta sejtek nagyobb mennyiségben inzulint választanak el, az inzulin pedig különösen a máj sejtekben fokozza a sejthártya glükóz permeabilitását, és így a glükóz a máj sejtekbe bekerülve glikogénné fog átalakulni, tehát a vércukorszint lecsökken. Nagyon fontos tehát ennek a cukornak a meghatározott szinten való tartása. Mivel az embereknél nagyon sok esetben előfordul úgynevezett diabetes mellitus cukorbetegség, ezért lényeges az, hogy életmódunkkal, táplálkozásunkkal mindenképpen a normál vércukorszint értéket tudjuk fenntartani. Azoknál az embereknél, akik ebben a betegségben szenvednek, valójában ezt már egy állapotnak tartják, fontos a mindenkori vércukorszint meghatározás. Ennek egy egyszerű eszköze, amely itt látható. A vizsgált személy újbegyét fertőtlenítjük, majd dárdával megszúrjuk. A testcsíkot belehelyezem a készülékbe, és akkor a vércseppet, ahol villog a zöld, ráhelyezzük. És a vércukorszint 5,2 millimol per liter. Mivel a normál vércukorszint érték 3,6 és 6 millimol per liter között van, ezért a mért 5,2 millimol per literes érték, ez a normál értéket jelenti.